Rangos nemzetközi birkózó versenyt rendeztek a szabolcs már bereg megyei Balkányban, ráadásul nem első, hanem negyedik alkalommal. A 25 hazai klub mellett kárpátaljai, szlovákiai, szerb és olasz versenyzők is szőnyegre léptek. Az eredményekről Bánházi Barnabásra, a Celszpan Kft. tulajdonosával, a verseny életre hívójával, illetve Lázár Jánossal, a Magyar Birkózó Szövetség alelnökével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok az uraknak, köszönöm szépen. Hát ugye még nyugodtan mondhatom, elnök úr, hogy itt azért az elmúlt hetekben, a lezajlott felnőtt birkózó világbajnokság magyar sikereinek a, a fényében úszunk, ugye nálunk is volt a legjobbakkal beszélgetés, akár az elmúlt héten, akár korábban. Az is fantasztikus dolog, de akkor, ha jól értem, az is óriási dolog, hogy a magyar felnőtt sikereknél nem ér véget a magyar birkózó élet. Igen, köszönöm szépen a felvezetést, nagyon büszkék vagyunk a birkózónikra. Természetesen a legutóbbi világbajnokság sem elhanyagolható, hiszen világbajnoki címmert értünk Bizony. haza, és bronzérmet kell haza, így van Bácsi Péter és a két lőrészes vér bronzmoz szerzett. Ez egy nagyon nagy siker, de hát nem elhanyagolható az, hogy az utánpótlás korosztályjal foglalkozom a Magyar Birkózó Szövetség is és hát a volután korosztály is méresse meg magát minél többször, hiszen felnőtt versenyző ma csak abból válhat, és világbajnok és olimpiai bajnok, aki már kicsi korában a birkózó sportot, azt, kell, azt szoktuk mondani, a birkózás meg kell tanulni. Tehát erre nem szoktak születni az emberek. Különböző testadottságokkal lehet, hogy eleve jó rugózása van, jó izomzata van, de hát a rengeteg technikát, a rengeteg fogás technikát ezt meg kell tanulni, és hát bizony 6-8 éves korban már, már elkezdik a gyerekek, és hát ha már birkózás és járnak edzeni, akkor szeretnék a másikat legyőzni, hát ugye ez ugye velünk született Abszolút. E tehetség, hogy hát amikor bekerülünk az obodába, vagy a bölcsődébe már mi is elkezdtünk, és a másik na, majd lebírkózzuk, hát vagy a másik, hogy ki ér hamarabb oda a célba, de hát mondjuk akkor nagy darab emberek, mint én, és vagyok, az nehezen ment a futás, én is inkább birkózás válaszoltam, úgyhogy így aztán az utánpótlás korosztályra nagyon nagy hangsúly visszatéve helyeződik, és ennek egyik nagy állomása most már a Balkányi Cerspán kupa, ami most már alkalommal került megrendezésre a városba. Balkány, én egyben a Szaborszat Mábele megyei Békózó elnöke is vagyok. Balkány önmagában egy kiváló békózó központ. A Farkas László vezetése elők meg ezt a versenyt az ottani kollégával. Négy évvel ezelőtt hívták élete a város és a szponzorok támogatásával, de erről majd inkább a barna barátunk beszéljen. Ma már tényleg Európa hírű lett, Balkánynak nagyon komoly hírnevet szerzett. Nekünk ez nagyon nagy öröm, hiszen ezek a gyerekek rengeteg élemmel, rengeteg kupával, <laughs> és nagyon nagy versenyekkel mennek haza, és nagyon nagy élményekkel térnek haza. Igen, valóban így volt nekem, is volt, volt alkalmam az évben látni ezt a versenyt közelről, és hát az, hogy ugye dr. Hegedis Csaba elnök valakányt a birkózás városává avatta, ez azért már azért önmagában azt gondolom, hogy sokat elárul, kedves Barna, de ez tényleg fantasztikus dolog volt, amikor ember, az ember azt látta, hogy a 20 kilós pici gyerekek, tehát ebben a súlycsoportban kiosztott győztesek és érmek után a, nyugodtan mondhatjuk, hogy a tizenéves kiskamaszok között azért volt bizony 70-80 kilós, hát nem is apró termetű fiúcska, de hát ők is még az utánpotlás közé tartoznak, tehát hogy orgonásibb szerűen mindenki ebben a nagy több száz fős mezőnyben azért érvényesült, és megkapta a persze a legjobbak értelemszerűen nekik járó érmeket. Mi, mi motivál, mi, mi hajt téged? Mi is ismerjük egymást civilben, azért is tegeződünk. Hát, Engem semmi más, inkább hát, mint lokálpatriótoként a, a város szeretete. Hát én is birkóztam gyerekkoromban. Akkor azért é, van valami személyes kapcsolat. Innen jön a, a birkózás szeretete, de minden más uh, sportágat is támogatunk egyébként. Tehát a, a birkózás Balkányban nincsen külön választva, tehát nincsen külön uh, uh, egyesület ráapítva, hanem Balkán Celszpan ese tehát a általán cég, vagy a tulajdonban lévő cég az egész sport egyesületet támogatja, tehát úgy a sakkot és a, a futballt is. Na, az elég Abba... széles akkor a spektrum a sakkavitkozás és a futball, az egy, <laughs> úgy, hogy, úgy mondjam, euh, elég nagy területet ölel fel. Igen, hát itt visszatérve a birkózásra, hát ez, ez, innen jött, ez a verseny versenyötlet, Falkas László az edzőnk kezdeményezte. kezdeményezte. Uh -huh és akkor így csatlakoztam én ebbe bele, illetve a városvezetés. Itt, és itt uh, szeretném megemlíteni párosi László uh, közreműködését, hiszen kell ehhez a versenyhez rengeteg minden nagy szervezés, hogy uh, ugye a külföldi versenyzőket meg a, a, azt intézi a, a, a szakosztály, uh, illetve a, 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 a úr, illetve az ed és az edző, de Hát ugye kell hozzá egy sportcsarnok, Fajta. amit a városad, uh -huh. tehát itt külön köszönöm meg Párosi Lászlónak, kell hozzá egy vendéglátás, amit itt Olá János barátomat említeném meg, aki ebben nagyban segít, illetve Nagy város polgármesterét, Juhász Zoltánt, aki biztosítja a szállást a külföldi vendégeknek. Hazajárnak most már ezek a, ezek a, nemzetközi szintről érkező kis és nagyobb gyerekek csapatos túl Balkányban, hiszen ez a negyedik ugye, összetartozás kupa volt. Tehát azt lehet mondani, hogy kezdik most már magukével tenni ezt évről évre. Ez egy olyan pont itt Európában, ahol az utánpótlás összegyűlhet, és tényleg megmérheti az erejét. Hát mindig egyre több szőnyegen megy a verseny, most négy szőnyegen ment a verseny, mert annyian voltak, tehát már Limitálni kell, azt kell, hogy mondjam, a részvők létszámát, hogyha annyian jelentkeznek, hogy akár 1500 gyereket is vendégül tudnánk látni, hogyha a logisztikát tudnánk biztosítani. Értem. Tehát tulajdonképpen együtt kéne a városnak nőni a versenyigényeivel igényeivel, ha jól értem. Ezt lehetne. Tehát bőven. Elnézést. Jöttem. De ez tényleg fantasztikus. A úr, ugye sok esetben, és gyakorlatilag az elmúlt esztendőkig, talán most azért azt gondolom, hogy a sportfinanszírozás változása kapcsán is egy picit más a helyzet. De mindig az volt a baj, hogy mire nagy nehezen elért oda egy olyan versenyző bármelyik súlycsoportban, hogy egy bácsi Péter lehessen belőle, olyan sok volt a lemorzsolódás, és olyan kicsi volt a merítés, hogy ugye mindig aggódni kellett azon, hogy lesz-e folytatás. Ezek a versenyek mi a szakmai tapasztalata, hogy mennyire, mennyire jelenthetnek tényleg kézzelfogható segítséget majd a felnövekvő új generáció számára? Tehát mondjuk egy ilyen több százvős bezőnyből körülbelül felnőtt versenyzői korukra mennyi a lemorzsolódás, mi marad? Tehát kikerülhetnek-e innen a jövő bajnokai, magyar bajnokai? Köszönöm szépen a kérdést. Igen, valószínű a fluktuáció az ebben a sportában is jelentős. Ma már az élet számos területén sokkal könnyebb az évényesülés, mint a sportban, és hát a birkózáson meg különösen nehéz, hiszen napi legalább kétszer rettenetesen el kell fárni az edzés munkába, ahhoz, hogy a világ élvonalába tartozom valaki. De azt gondolom, hogy egy ilyen pillanatra visszatérő a balkányi verseny, ez az összetartozás, ami összehozta ott a, a határon Igen, ez ilyen összehozta a magyar klubokat, ahogy a bevezetőben elhangzott Kárpátaljától eddig jönnek, és a felvidéktől különböző magyar klubok illetve, bocsánat, hát magyar nyelven is beszélő klubok, és azt gondolom, hogy a mi hazai versenzőinknek ez az, hogy első megméretetése lehet például egy balkáni gyereknek, hogy egy külföldi versenyzővel szőnyegre megy, és ha még le is győz, ez akkor a siker, hogy mindenféleképpen segíti abban majd, hogy minél tovább maradjon bent a sportában, és talán ezzel ide segítjük ez a versenye is, meg ilyen versenyekkel is, mert több van, hál' Magyarországon ilyen verseny, több ilyen megméletetés, hogy minél tovább maradjon bent, és hát váljon belőlük majd nagy bajnok. És hát természetesen van egy sportáfejlesztési koncepciónk a Magyar Bíkózó Szövetségnek, amit tavaly készítettünk el, amit a magyar kormány befogadott, és a magyar kormány kiemelt, 16 kiemelt sporták közé választotta a bírkózást is. Azt kell mondjam, hogy a 16 sporták közül mi egy olyan utat választottunk, úgy néz ki, hogy egyedülállóan, hogy elsősorban a, a szakosztálynak adjuk tovább a támogatás nagy részét, közel 60%-át adjuk át a szakosztályoknak az utánpótlás nevelésére, fordíthatják ezt az összeget, és ez egy olyan élet pesdült meg a magyar békózásban ebben a korosztályban, ami nagy reményekre ad úgyhogy Hát ez egy 7 éves program, azt gondoljuk, hogy ennek a nagyon az elején vagyunk, még esélyben vagyunk túl, úgyhogy hát eh, szeretném majd, én magam szeretném majd 2020-ben itt ülni és azt mondani, hogy kérem szépen az olimpiáról, hoztunk haza a Togióból, hoztunk haza ami... Eh, érmeket, és érmeket Fantasztikus. Valahogy legalább. Le, legyen úgy, legyen úgy. Hát a mostani ígéretek alapján azt gondolom, hogy ha nem is biztos, hogy ez a generáció, lehet, hogy nem bácsi Péterik, de Igen. mögöttük lévők, hogy éppen a Lőrinc eh, talán még, még, ott lehetnek. Én azt kívánom, hogy minél többen ebből a szép nagymerítésből, akár éppen a balkányi eh, ifjúsági nemzetközi utánpótlás viadalon eh, kikerült ifjú tehetségek legyenek akár ott a 2020-as olimpián, és legyen lehetőség arra, hogy megmérettessék magukat a lehető legjobb a között, és hát fantasztikus dolog azért azt hallani, hogy valaki hajlandó és áldoz a sajátjából arra, hogy egy sportáknak a felemelkedését szolgálja. Köszönöm szépen, és további sok sikert és együttműködést, jó együttműködést kívánok a jövőre is. Köszönöm szépen, köszönjük szépen.